A vasvári aulájában a kilencedikesek készülődnek, hogy majd átadják a tarisznyákat. Az udvaron pedig szikrázó napsütés és kellemes tavaszias idő, színes, nagyra fújt lufik, és sok hozzátartozó feszült figyelme várta a ballagó 12-es diákokat. Először a zászlókat hozták ki a fiatalok az épületből, közben jelképesen szólt a csengő. Aztán már a végzősök vonultak gerberával a kezükben, a jól ismert dallamokkal kísérve. ...177-es tanulóvállára kerül fel ma délelőtt a ballagást szimbolizáló tarisznya, tele a 4 év emlékével, tapasztalatával és természetesen tudással. Több mint 50 kitűnő tanuló, körülbelül 40 jeles tanuló végez a 12-esek közül, és körülbelül 120 nyelvvizsga jelenti azt a lehetőséget, hogy többet ponttal tudnak élni majd a diákjaink a felvételi során. Egy érzelmekkel teli héten vagyunk túl, hiszen egy fantasztikus hangulatú közös ballagás zajlott a héten, és hát a búcsú az osztályfőnököktől, szaktanároktól. A végzős diákok ilyenkor megtorpannak, és néha könnyes szemmel gondolnak vissza az első napra, amikor megkezdték tanulmányaikat a középiskolában. Az itt töltött 4 év alatt nem csak hasznos tudást szereztek a diákok, szoros barátságok szövődtek, és sokan kiforrott személyiséggé is váltak az évek alatt. Amit magammal viszek az, hogy milyen emberré lettem. Rengeteget tanultam az itteni tanáraimtól, az, hogy hogyan legyek magabiztos, hogyan viselkedjek az életben. Igazából új személyiséget kaptam, rengeteg új dolgot tanultam itt, ezt viszem magammal a továbbiakban, és ha minden úgy sikerül, ahogy szeretném, akkor Debrecenbe szeretnék menni jogász szakra majd a következő évtől. A pénteki ünnepségen külön köszöntötték a nyíregyházi vasvári Pál gimnázium igazgatónőjét, akinek ez volt az utolsó ballagása, hiszen a tanév végén nyugdíjba vonul. Az alsóbb évfolyamos diákok pedig Márti dalával búcsúztatták végzős társaikat. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokát.